Ezen pucsinére lelk ősszel emlékezik meg a zenei világ arról, hogy ez a csodálatos mester 1924 őszén, azaz 100 évvel ezelőtt hunyt el. És most, ha már megemlítettem az előbb Szabó Gábort, itt ült egy mester, Gabriel egyik mestere, kézműves mestere, itt ül közöttünk Batke Márta is, aki minden egyes hangversenyét, ha lehet, ott van és figyeli egykori csodálatos tanítványát, Szabó Marcelt, aki junior, primadíjas, Cifra György tehetségdíjas, háromszor nyerte el a Fischer ösztöndíjat, ami tulajdonképpen az ifjú művészek pályakezdőknek az egyik legfontosabb mecénása és tulajdonképpen kitüntető címe a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem karrieriskolájának egyik tagja. Édesanyjával együtt az orosz zenei fesztiválnak a megalapítója, az orosz alkotók egyik legkiválóbb tolmácsolója, Rachmaninov, Csajkovszkij, stb. Most azonban Schubert fog játszani. Azért, mert októberben emlékezik meg a zenei világ arról, hogy Friedrich Chopin a csodálatos lengyel zongoraművész zeneszerző 175 évvel ezelőtt hunyt el. Egy nocturne következik, ez túl hangzik.